Edzést tartottak a KVDS-e triatlon szakosztályának sportolói. A Csík Ferenc tanúszodában hetente kétszer tökéletesítik úszástudásukat a fiatalok. Keszthelyen 25 éve zajlanak triatlon edzések, az évek során egyre többen érdeklődtek a sportág iránt. A KVDS-nél jelenleg mintegy 40 gyerek triatlonozik, közülük többen kiemelkedő eredményeket értek el országos és nemzetközi versenyeken is. Nagyatádon voltam első helyezett, és a Pécsen az országoson meg 9. helyezett a triatlon versenyen, és voltunk meg Balassagyarmaton a teretriatlon versenyen, ahol második lettem. A csapat edzője Péter Csaba azt mondja, ennek a sportnak az egyik legfontosabb eleme az úszás, ezért nagy figyelmet fordítanak erre. A szakember hozzátette, a gyerekek nem csak nagyon lelkesek, sok közülük rendkívül tehetséges is. Az edzéseken azonban egyformán figyelmet fordítanak azokra a fiatalokra is, akiknek nem céljuk a versenysport, viszont életük része a rendszeres mozgás. A szakosztály vezetője hozzátette, a triatlon, mint minden sportág, kitartást és elhivatottságot kíván. Ezeknek és a tehetségnek köszönhetőek a jó versenyeredmények. A Covid ellenére végigversenyeztük a nyarat, és nagyon sok szép eredmény született. Országos bajnokságokon nyertünk dobogós helyezéseket, illetve nyertünk versenyt is. Nyertük a Keszthelyi triatlont, immár másodszorra az utóbbi két évben, mint megrendezte Keszthelyi, fiú nyerte az utánpótlás versenyt, és válogatott színekben is versenyeztünk külföldön, utánpótlás korosztályban, ifjú olimpián, illetve úgy hívják, hogy olimpiai reménységek versenyen két első helyet szereztünk. A szakosztályban három sportoló magyar válogatott kerettag, emellett többen is magyar bajnoki címmel rendelkeznek. A keszthelyi triatlonosok az elmúlt 25 évben 37 magyar bajnoki címet szereztek.